Halló! Kedvenyem! Egy kis figyelmet kérünk! Isten hozott mindenkit Szentéleken, a második családi találkozón, ami a tavainál lényegesen nagyobb létszámba, összesen 45-en vagyunk? Igen, de amikor 40, a lányom nincs itt. 45-en vagyunk. Még néhány kutya, és most ugye elérkezett az ebédnek a nagyszerű pillanata. Én tulajdonképpen azon kívül, hogy nagyon örülök, hogy mindenki itt van, és olyan rendkívüli találkozások jöttek létre, mint a hatunoka testvér, akik szerintem így együtt, talán a nagymama kertjét leszámítva, mondjuk 50-60 éve. 40-45 éve nem ültünk együtt. De ezen túl, ugye azért szerencsére már itt van a következő nemzedék, és ez az igazi nagy öröm. És én akkor most azt kérném, hogy ugye mindenki eszik, de azért vannak itt olyan oldalágak, akik nem ismerik egymást. Tehát ők ismernek engem, én ismerem őket, de ők egymást esetleg nem ismerik. Tehát én akkor azt kérném, hogy mondjuk a felnőttek föl se kell állni, csak annyit mondjanak meg, hogy mi a nevük, és hogy ők kicsodák. Mert szerintem itt sokan ezeket az összefüggéseket nem tudják, vagy néhányan, és ma az is elég. Jó, és esetleg még azt, ha megemlítenétek, hogy hoztatok 1, 2, 3, 4, 5 gyereket. Jó? Szerintem mindenki itt van? Ja, akkor csináljuk azt, hogy... Kezd előről! Először megvártuk ugye a levetegéket. És akkor a levetegéket. Jó, akkor már ti kimaradtatok ebből a nagyon... Nagyon magasai köszöntőből, de most ott... Akkor ismételünk. Szeretnénk, hogy még egyszer, mert... Nem, a fiatalok nem érkeztek. Arra jöttetek, hogy én azt kértem, hogy nem kell fölállni, csak úgy ültő helyében. Hogy a felnőttek megmondanák, hogy ők kicsodák, milyen összefüggésben vannak itt, és azt megmondanák, hogy rámutatnának, hogy és ez az én gyerekem, és akkor egy kicsit jobban megismernék egymást, mert valószínűleg, hogy az evés után, és azon a szekcióra fogunk omlani. És hogy megszámoltam, 38 legalább nem billeti. 38-an is hiányzik. Hiányzik még az öcsém, a bőle. És a Gáborék, akik a nevelt fiam, akik most költöztek föl az emeletre néhány napja. És az emeleten a gyerekeknek külön kell aludni, ahol eddig, akik eddig együtt aludtak a szülőkkel, és ez egy akkora trauma, hogy a gyerekek napok óta végig az egész éjszakát végig sírják. A szülők az idegösszeomlás határán állnak, és ezért mindenkitől elnézést kérnek, de ők most pihennek itt. És ugye még hiányzik a Zsigmondnak a felesége, meg a fia, akik, Vince, akik igazoltan betegség okán vannak távol. Jó, és akkor ha elfogadjátok, akkor egy ilyen kört fussunk, de nem kell csak a kezét mutassa föl, és eltovább. De ki kicsoda? Péter lennék, Sugár Péter, Istvánnak a kisebbik fia, István Betjának az öcse. Majd te is sorra kerülsz a második oldalon. Ide ülj Peti mellé. Jó, én végeztem. Jó? Gyerekek. Barátnőm. Igen, és nálad még is gyerekek. Oké. Ülj le. Ami készik, nem. Én Vágyi Katali vagyok, a Latinak a legidősebb lányának az anyukája. Ő a lányom. Ezt én amire vagyok? És az apám lányom. Az apám lányom. Jó volt. Kirillapul a borosban, megvan. Mondjál neki! Neked nem kell mondani semmit, mert... Mutatkozz be, hogy mi vagy! Dr. Szetelaki Balázsné született Sugár Éva, és az egyetlen egy
létező, aki a Sugár család lényegében alapító tagjának utolsó 6 testvér volt, és én vagyok a 6., és már mindenki elment. Tessék. Tehát nagynénik vagyok itt, a 6 unokának a nagy, és azoknak a leszármazó nagynénie vagyok, mert több úgy sincsen. Én Hajdúrja vagyok, én a Laci párja vagyok, és van 2 lányunk, Anna és Virág. Regina, te jössz. Regina, te jössz. Hogy mondja, Regina? Na, és milyen Regina? Varga Regina. És ki ad anyukát? Anya. És hogy hívják őt? Béla? Ha nem? Anya. Anya. És apát hogy hívják? Anya, hogy hívja apát? Hogy szólni a párt? Nem mondom, hogy tovább. Én Fejérvári Jánosné vagyok, Ági, és az ő édesanyjának az édesanyja. Tehát a Regina édesanyja. Nagy mama. Nagymama vagyok, igen, nagymama. Fejérvári János, szintén a Zsigának az apósa. Többszörös hívnák könnyebb. Így anyósod vagyok. Mutad el, mert van? Én vagyok, és itt a Ferim szomát. Az én édesanyám Pusztai Kati. A Lacinak és Kuksinak a unokatestvére. És én az ő fia vagyok, Deák Tamás. Emelkedő sorrendben Deák Lola, Deák Mila, Deák Martina. Nekem én már voltam. Kinek a testvérének a lánya? Kiabálj! Kiabálj, hogy hallják, amit mondok. Én Kerékgyártó Eszter vagyok, Lillának a testvérja, Neidnek a testvérja, és most pedig a Én a Virág. Apa már volt. Bandi. Én Pusztai. És tiszteletbeli családtag, mi vagyunk az egyetlen kapuk tojás. A férjem... A férjem a Dani tépleveri. És 3 fiunk van, Istok, Miksa és ott a ezeket cibó. Fiúk, nagyszerűek, láttam. Nagyon szép fiúk. Sírnak majd a lányok. Varga Zsigmond. És a... Regina, apukád. Ja, lányom, és Vince pedig otthon van, mert legyen a lányos. Ki vagy te? Tehát az én fiam. Én vagyok az egy másik fia, igen, és ja, hogy nincsen nekem gyerekemet sem. Úgyhogy egyiket sem hoztam. Ami később nem volt. Ez a szétlenkedés. Vagy nem tudom róla, így van, de akkor maradjon így szerintem. Vagy lehet, hogy már bírom. Jó, duma. Emes. Vérvonalát nem vittem tovább, de remélem, hogy ezt mások befotolják. Ha feladtad? Hát
Hát... mit próbálkozom? Technikailag, de amúgy már... Az helyes. Úgyhogy maradjunk ennyiben. Hajrá a többiek! Fiatal. Ezért mondom, hogy mi nem jöttük ide, mi jártad itt. Hát oda megyünk, hát most végig megyünk. Már. Persze. Itt a kamera. Suga István vagyok. Van két fiam. István Péter. Itt van? Itt vannak? Itt vagyok. Laci Ratnek. Unokatestvér vagyok, ugyanúgy. Van két fiam. Van István. Hol van? Ott van, itt a Péter másik, aztán nekik van két barátnék, meg van egy nagyon szép, gyönyörű, szép két unokám. Ez igaz. És akkor ő, őt nem láttam. Bence, meg Eszter, Eszter, a második Eszter, mert a unokatestvér Csabának is van egy Eszter nevezető gyermeke, és büszke vagyok mindenkit. Én is. Én vagyok a főszakács. Nem, akkor Hajdú Gáborné vagyok, Valéria, és a Viktóriát, az a mamája. Ilyen szempontból vagyok itt, meg azért, hogy én főzzek. Hát, bőgyen! Nagymama, jól lesz! És van három gyerek. De csak egy van itt. Igen. De jönnek. Hát, gondoljuk. Na, akkor ennyi van. Na, akkor jó. Mi az is meg nem mondtam, hogy négy unokám van. Na, hát ez az a lényeg. Ja, most mehetek? Igen, jó. Sugár Ildikó Judit vagyok, a Pusztai Kuksinak és Lacinak az unokanővére. Sajnos egyedül élek, de szeretettel vagyok mindannyiatok felé. Családcentrikus vagyok, és még sincs családom. Egyedül élek, meghalt körülöttem, mindenki meghalt. Nem figyelsz az interneten. Az interneten. Az interneten szórakozom. Minek? Én Pusztai Éva vagyok, Kuksi. Soha nem tudom. Kuksi. Hat vagyok unokatestvére, azok közül én vagyok a valahol középen, harmadik, igen. Két fiam van itt, egy unokám, és még egy további unokám van otthon, és van egy nevelt fiam, akinek van családja, de ő közülük senki sincs itt. Férjem egy évvel ezelőtt meghalt. Jövök? Igen. Én Sugár Dezső Csaba Ferenc Imre vagyok. Ennyire vörd van. Nem csak nekem tudjuk. Van, amit tudsz róla? Nem voltam a keresztelőtől. Igen, de utána bérem a keresztelőt. Egyik el a keresztelőt. Hát nem mindig van. Hát mire mondtad? Hát ez az. Mire mondtad? Hát van, de a második meg a harmad Éva vagyok. Éva, Zsuzsanna, Mária. Na, és akkor van neki szemed. Kérdezzem meg, gyömpíj be, úgyhogy akkor jó. Én a Sugár család elsőköri gyümölcsei közül a legidősebb és így szokosabb sorban vagyok. Addé, gyereken, abból kettő itt van, mert két felnőtt fiam van.
egy felnőtt fiam, az 41 éves, van egy 31 éves lányom. Semmire nem voltak hajlandók eddig az életben, úgyhogy nekem kellett gondoskodni az unokáimról. És így gondolom, hogy kell gyerekem. Úgyhogy... óriási volt. Ez a definíció. Hát minden nekem. És nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Aranyosan vagytok. Nagyon jól érzem magam veletek. És ezúton is elmondom a Lacinak ezt a nagyszerű ötletét, az ővé a történelmitet, hogy tavaly összehívta a társaságot, megszervezte, és akkor az idén ez megismétlődött. Szerintem, hogyha az iránytangens nézzük a létszámba, jövőre 100-an leszünk, és ez így legyen jó! Mindenkinek minden jót kívánok! Papája és a két szép ikernek az anyukája. Kezdem még egyszer, nem vettem fel. Még egyszer. Éri Anna vagyok, a Dezsőnek a párja és a két iker fiúnak az anyukája. Ott bal kézre a férje mostan Sugár István, két fiam van, a Péter, hol vagy Pisti? Itt van Pisti. Harmadszor is itt vagyok. Itt vannak a barátnők, a fiaim, a barátnők, menyeim mondani lehet. A gyerekek nem tudom, hol vannak. Az unokák. Látták, hogy itt vannak. Én most vagyok itt először. Tavaly nem tudtam eljönni, de nagyon jól érzem. Bence. Röviden ennyi. Jó, megy. Akkor megy, jó. Pusztai László vagyok. Na, és egy gyerekem volt a nyakamban. De csak azért szedtek ki belőlem, mert ilyen. Összekeveredjünk. Majd összekeveredjünk. Pisti pont a hátadhoz. Gyere már, te is. Jó, hogy elalszadok, mert a bőtelne már 5 évesek lesznek novemberre. Tavaly lesz. Vannak olyan tervek? Nem, vannak olyan tervek. Vannak ilyen sztolasztikus összefüggések. Ez pedig most egy kicsit ízé, tegnap megfettek, hogy beesett az összefüggés. Számos készülék. Szia! Szevasztok, Regina! Dulnék is, amikor vagyok. Szia! Ez elég rossz. Alkalom. Szevasz, Regina! Szervusz, Regina! Igen? Hát csak azért, mert Regina. Régen. Olyan apró dolgot, csak még őt ismerjük. Azt akarom, hogy mindenki ismerje mindenki. Majdnem. Majdnem. Bence már összeállt. Külön utakon játszott, Péterke. Varga Dani. Fia, Bence. Varga Dani. Hát a Balogáson nálunk korábban. Korábban egy 15 éve. 15 éve. Gani, együtt játszott a Balogáson. Én nem emlékszem, hogy 15 éve ezelőtt egy sztorik. Mindjárt, megint a nyárban. Igen. Azt meg kellett válnom tőle. Már hát sok-sok sok egyébként is, ami ez a Balogás. Hova lett már Kriszti? Ott van párom, ott van Kriszti. És ez a szép nagyfiú... Sári csináltuk apró dolgokat, mert még a gulyás nincsen meg. Tudom, igen, csak most kiszaladt a nevemből. Eszter. Bence, igen. Bence. Nagyon szép gyerek. Hát hol van a feleség? Puszta Éva vagyok, szervusz. Ja jó, de gyere már. Jó. És ő pedig Eszter. Igen, ő. Hogy hívnak? Eszter, mondd csak meg, hogy hívnak. Szépen mutatkozzál be. Én már tudom. Na, akkor jó. Második sugárztem, az első. Látszik, hogy egy kicsit. Nem, csak úgy látszik. Dehogy is, nem. Megvan ennek a története. Egy év múlva tovább fogtam, akkor 10 évvel öregem leszek. Edzem magamat. Itt hárman vagyunk, akik... A hasam az ugyanakkora, mint volt, de a pofám már ráncosodik. Hát Csaba, ha vigasztal ezzel, én is így vagyok, hogy először itt jön.
Te, én úgy gondolod, hogy itt kell, hogy ez így jó volt neked. Minden nap be kell mutatni, ilyen sárga, le fogom takarni ezt a hétvégén. Tudod így ráragasztani, és fölhagytad. Úgyhogy ez a másik. Én egy fél év után mertem csalni, és azonnal észrevettem. Igen? Meg olyanokra emlékszik, hogy vettél valamit, és nincs beírva. Tehát tőle veszel valamit, bármit, ilyen, te nem szoktál tőle venni? De. És az nincs beírva a füzetben. De várjál, én nálam még nem ennyire brutális, tudod, fokozatosan engedi ki a magát. Itt még csak mondja, hogy mindent le kell írni. Mondom, hogy mindent, az most az, hogy... Neked a lábaddal, ez egy új dolog. Most volt a futóverseny. Voltam, én már egy... Ez a srégizimek főleg nem jó. Nincs bajod vele. De lehet. Füled? Hallásod, mert például az enyém az nem annyira. Az egyik az nem. Na még, még ott, hogyha annak hát, otthon, jó volt. Hát hogyha otthon szólnak neki, hogy vigye ki a szemetet, akkor jó, rossz. Nem látok, akkor. Nem tudják. Lokális. Nem tudják, hogy én nem látok. Jobb szemben nem látok. Igen. Ilyen egy fotót látok. Ezt mondtad. Magyarul. Van már át egy kicsit a helyen építünk. Egy olyan fotót, Lacikám. Hogy a hat unok a testvér is. Hogy a hat unok. Igen, igen. Az akkor a... Na akkor mindenki fosolyogjon. Sajt, sajt. Kutya jól. 50 év múlva, amikor elemzik a családot, akkor meglátják, hogy két alkot. Még kis sűrűbb kéne, mert... Igen. Ugye, mert ez így...